Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Július 1-től lép hatályba egy törvénymódosítás, ami alapján a műsorszolgáltatóknak az első 8, majd ha lesz 8, állami csatornát kell majd beprogramozniuk, ezt nem így hívják hivatalosan, tehát az első 8 helyen önök azt kapják. Azért csendben megsúgom, hogy a tévével lehet még mahinálni otthon és azt átprogramozni, de nem mindenki tudja, vagy nem mindenki szokott ezzel foglalkozni. De hogy egyáltalán miért kell a mostani megszámlálhatatlan után majd a 8-at is első helyre tenni, azt majd talán Vágó István elmondja nekünk. Jó estét, szervusz! Jó estét kívánok! Mennyi időnk van? Mert lehet, hogy az egész órát végig fogjuk beszélgetni, de akkor szívesen elmagyarázok mindent. Kovács Zoltán dugóba keveredett, úgyhogy lehet, hogy nagyon sok időnk van. Jó, kitüntetett helyzetben érzem magam, úgyhogy akkor beszélgessünk, nem jól mondod, Olga. Nem jól mondod. Elsőként is arra kell felhívni a figyelmedet, hogy vannak olyan készülékek, illetve vannak olyan adások, ahol nem lehet manipulálni a gombokkal. Tehát azt hiszem, én se vagyok ennek a szakembere. De én tudom, hogy van olyan. Tehát van olyan, ahol lehet. Van, ahol lehet, és van, ahol nem lehet. Úgy van. Tehát az a gyanúm, hogy ahol analóg adást is fognak, ott te megmondhatod, hogy mi legyen az egyes gombon, melyik műsor. Ahol digitális vagy set-top boxos vétel van, ott nem lehet. Nálunk például otthon nem lehet. Én aztán igazán megpróbáltam, de nem lehet. Tehát Most mit akartál az első gombra tenni? Nem mondom meg. Na jó, megmondom, a közszolgálatit. Megmondom, igen. Azt hiszem, hogy méltányosság... A mai vendéggel a beszélgetést befejeztük, éppen köszönöm, hogy elfáradozzák. Kovács Zoltánt várjuk ide. De ez régen történt, tehát az teljesen természetes, hogy az ember a közszolgálatira valahogy máshogy tekint. A közszolgálatira, az a Magyar Televízióra, az M1-re. Most azonban, mint halljuk, lesz belőle 8. És ezt oda kell programozni, mert majdnem én is ezt mondtam. Ők oda programozzák, ugye, hogy az egyesen, az egyes ott kell adni. Ott kell adni. Na most én emlékeztetni szeretnék egy régebbi történetre, ami annak idején azért elég nagy port vert fel, azt hiszem elsősorban szakmai körökben. Ez pedig a TV2 indulása volt. Nem attól, hogy a kereskedelmi televíziózás megindult, mert az is egy nagyon nagy dolog, hanem hogy úgy hívták, hogy TV2. És a feltűnést az keltette, hogy indul egy új magáncsatorna, amelyiket úgy neveztek el TV2-nek, amely TV2 név a Magyar Televízióé volt. Ezért aztán mindenki elkezdte Csiga TV-nek hívni. Nem ezért, de biztos, hogy a dizájnban ennek szerepe volt. De miért ragaszkodott hozzá az akkori tulajdonosi gárda a TV2 névhez? Azért, mert azt gondolták, abban az időben még helyesen, hogyha a kettes benne van a nevében, akkor a magyar tévénéző majd a kettes programra fogja beprogramozni. Ugyanis az egy felmérés, hogy az ember elkezdi mondjuk az egyesen, erre majd még visszatérünk, és aztán léppeget tovább, és végignézi az addig jövőket olyan 4-5 lépésig, és aztán már nem. Nálunk történetesen az ATV műsora hányason van? 91. Mi az, hogy 91? A 91-es program helyen tudom fogni az ATV-t, HD minőségben, meg a 92-esen. Na most szeretnék valamit beszélni erről a HD minőségről. Ugye, ahol nem lehet programozni, mondom, ezek a digitálisan fogható adók. Szerintem és ott a set-top boxon is lehet. Jó, ezt majd megbeszéljük adáson kívül, vagy hozd be a tévédet és segítünk. Olga, igen. Szeretettel meghívlak egy kávéra, feleségem is otthon lesz, és megmutatom neked, hogy nem lehet. Ezt mindig így adásban szoktuk megbeszélni, hogy éppen hova megyek vendégségbe. Bocsánat, nem akarok ebből a sorba beállni. Tehát szeretnék valamit elmagyarázni. Az a lényeg, hogy vállalok ilyen tévészerelést természetesen a szabadidőben. Na jó, akkor inkább ezt. Volt nálunk egy tévészerelő. Én mutattam meg neki, hogy hogyan lehet bizonyos csatornákat kedvencé tenni, tehát hogy rögtön egy kedven. Ezt viszont ajánlom a nézőknek is. Uh-huh. Tehát az, hogy bekapcsolom a televíziót, és rögtön egy kedvenccel kezdődjék, azt meg lehet csinálni. Ha az első kedvencem a 91-es csatorna, az ATV, akkor mondjuk az lesz az első valóban. De csak a kedvence lehet megcsinálni. A tévészerelő ezt nem tudta.
Na, Vágó István Gelkást hallották az elmúlt nem, percekben. Nem, az most jön. Nem, az a szakmai most, rész most jön. Azt szeretném. Tehát, hogy mondom, hogy eddig Gelkás voltál, akkor most a szakmaira. Okay. Tehát miért kell az első van még időm, nincs itt Kovács Zoltán? Nem, rajtunk kívül senki jó, nincs. Okay, akkor közben elmagyarázom. Ugye a probléma a következő a HD adásokkal. Úgy kell elképzelni a kábelt, amin bejön az adás, aki kábelen veszi, mint egy csövet. Ennek van egy átmérője. És ezen az átmérőn, kicsit ugye leegyszerűsítem a dolgot fizikailag, ez nem pontosan így van, de jól lehet érteni. Ezen meghatározott mennyiségű információ tud átáramlani. A HD adásoknak az információ igénye az sokkal nagyobb, mint az átlagosé. Ezért aztán, ha nagyon sok, és az állami televízióban kötelezően HD minőségi adást tuszkolnak bele, akkor abból ki fog maradni néhány másik. És ez itt az izgalmas, tehát, hogy amikor bővítenék kötelezően az M1, M2, végigmondom, M3, M4, M5 még nincs, M6 még nincs, de már be kell program. Hát az nem tudom. Nem tudom, szívesebben beszélnék arról, hogy azt hiszem az M5-ös az egy sportcsatorna lesz. Az azért jó hír, mert egyébként akinek kábelen jön a televízió adás sorozata, az kb. Olyan 10 magyar nyelvű sportcsatornát tud fogni. Tehát abszolút indokolt, hogy legyen egy állami is, nem? De. Szóval a dolog lényege az tehát, hogy bizonyos mennyiségű csatornákat, adásokat, műsorokat, programokat ki kell szorítani, mert nem fog tudni átjönni a csövön. Na most azért felvetnék én egy újdonságot. Bennem személy szerint felmerül az, hogy vajon ehhez a kötelező program elhelyezéshez szól-e valamit a gazdasági versenyhivatal? Mert én szerintem ez egy tisztességtelen piaci versenynek a prototípusa. Megismétlem. Azzal, hogy törvényt, halálhúzom a szót, törvényt hoznak arról, hogy mi legyen a hármas gombon, törvényt hoznak, kapunk egy törvényt arról, hogy a hármas gombon mire hoznak még törvényt, tudom, amire akarnak. De ez visszaélés a piaci helyzettel, és egy állami csatorna is vissza tud élni az ő piaci helyzetével. Nevezetesen, hogy megengedhetetlen módon előnybe hozza azokat a szereplőket, nevezetesen saját magát, hogyha ezt állami televíziónak tekintjük, és nem közszolgálatinak, szerintem tekinthetjük, akkor itt a gazdasági versenyhivatalnak van dolga. Ha fel kell jelenteni ezeket a lépéseket, akkor szerintem valakinek, vagy valakiknek ezt meg kell tennie. Nem tudom, hogy hivatalból eljárhat-e a GVH. Szerintem hivatalból eljárhat, de bejelentés alapján nyilván talán egyszerűbb, hogyha nem akad rá valaki hivatalból. Szóval rengeteg megbeszélni való van ebben a dologban, és az a baj, hogy ez egy múlt héten értesültünk erről a dologról, és azóta mennyi minden más történt, ahelyett, hogy ezt nyomnánk végig, mert ez tényleg botrány. Én nem régen jártam vidéken, nagyon messze Budapesttől, ahol az emberek el vannak zárva, hadd mondjam azt, hogy a pártatlan hírektől, ez nehéz így mondani, mert egy nagyon nagy média túlsúly esetén nyilván az 5%, amelyik nem esik ezzel egybe, az nehezen lesz pártatlan. De mondjuk akkor a másik oldalnak a hírszolgáltatását, hírmagyarázatát, kommentjeit, de mondjuk magukat a tényeket is. Hát inkább azt mondanám, hogy a tényektől. Jó, rendben van, igen, igazad van. Nem ismerik azokat a tényeket, amelyek nem a magyar hírszolgáltatás siker történeteinek a sorába illeszthetők. Hogy fognak akkor ezek választani? Hát alkotmányellenes helyzet. Nem, én ezt elmondom mindannyiszor. Én nem azt mondtam, hogy nem mondjuk el, csak azt mondom, hogy ezt már jó pár éve el kell mondani sokszor, igen. Én is azt gondolom, mert hogy a hírszolgáltatás mind olyan, hogy ha csak az autóban a rádiót kapcsolgatja az ember, akkor is pontosan hallja, hogy a kereskedelmi rádiók mind az állami hírszolgáltatás híreit továbbítják a kedves hallgatóknak. Az MT híreket egészen pontosan.
Most az első 8 csatornán majd szintén az állami hírszolgáltatás híreivel találkozhatnak, és lehet, hogy nem is kapcsolnak tovább. Szóval, hogy ez egy ilyen jól kitalált forgatókönyv alapján. De nem jól kitalált, Olga, mert egyenlőre... Én történetesen... Valakinek úgy tűnt, hogy ez egy jó forgatókönyv, tehát ezzel azt mondtam, hogy nekem mondjuk nagyon tetszene. Igen. Szóval én nekem a gazdasági versenyhivatala volt már dolgom, mert ugye szkeptikusként mi nagyon sok bejelentést tettünk tisztességtelen piaci magatartás miatt, amikor azt mondják neked, hogy ezt vedd be, mert akkor nem kapsz ilyen betegséget, olyan, sőt, meg is gyógyítják majd. Ez félrehallás volt. Mindenki rosszul hallotta. Nem, tehát más módban akartad kifejezni. Így van, köszönöm, tökéletesen így volt. Szóval, hogy nekem jó tapasztalataim vannak a gazdasági versenyhivatallal, és tisztességesen hozzáértően azt is mondom, hogy néha tudományos igényességgel végeznek el vizsgálatokat és hoznak döntéseket. Azért beszéljünk még arról, hogy ez most jó döntés vagy nem jó döntés kommunikációs szempontból, politikai kommunikációs szempontból. Egy hírfolyamot, egy olyan tájékoztatási hírfolyamot létrehozni, ami az ország nagy részéhez, csak ezen keresztül érnek el a hírek. Ez egyrésztről valakinek ugye kipattant a fejéből, és nyilván nem nehéz kitalálni, hogy miért, hiszen akkor így az általam kedvesnek tartott híreket tudom minél szélesebb körben eljuttatni, és ezért úgy tűnik, hogy mindenre kész is vagyok. Na de hát az internet korában, és azért mégis a tájékozódás, tájékoztatás szabadságának korában, a kapcsolgatás korában, lehet ezt, vagy célra vezet? Nem fog ez a visszájára ütni? Még inkább felkeltem az érdeklődést. Ismerjük azt a tényt, hogy mielőtt mondhatom, majd a végén megmondod, úgyhogy mondom. Igen? Mielőtt az RTL Klub elkezdte a híradásokat, azt a típusú, ugye a reklámtörvénnyel, amelynek most egyébként szembesülünk az új változatával, tehát valami tompítottak a nagy kereskedelmi adók irányában, de azt hiszem, hogy ez súlyosabb lesz más irányokban, igen. Szóval amíg ők el nem kezdték, talán ennek következtében, talán maguktól is megtették volna, ebben nem mennék bele, ezt a fajta híradást, addig az ország lakosságának nagy része azt a nevet, hogy Mészáros Lőrinc nem is ismerte. Nem is ismerte. És aztán elkezdték mondani, hogy például Mészáros Lőrinc, és így tovább, és így tovább. Majd a Fidesz elvesztett 3 választást. Ez időben így jött össze. Ugye megnyert helyi választás, időközi választás. Tehát megnyertek 3 nagy választást, ugye a parlamentit, az európait, az önkormányzatit, majd utána rámentek az újabb 2/3-ukkal például a reklámokra, és utána elindult az RTL Klub híradója, az a típusú, amit most ismerünk, és utána elvesztettek 3 választást. Ezért aztán emlékeztetek arra, hogy amikor 2010-ben elindult a Fidesz kormányzás, az a 2/3-os, akkor hányadik volt a médiatörvény, amit meghoztak? Rögtön az elején. Rögtön tudták, hogy mihez kell hozzányúlni. De hát a kérdésed jó, hogy ez nem fog-e visszaütni. Hát ez egy lassú folyamat. Úgyhogy én nem tudom, meséltem-e már, hogy én nemrég voltam vidéken. Az előbb, igen. Tudom, de erre úgy tudom, csak hivatkozom rá, megint. De hogy párt, ott azért nem nagyon párt politikai szempontból, vagy céllal, igen, tehát hogy a DK igen, embereként. Igen. Ott nem nagyon kattintanak azért az emberek. Bár ugye akik oda eljöttek hozzám meghallgatni, hogy miről mi a véleményem, azok azért zömmel interneteztek. De ha már itt van még időnk beszélni, akkor elmesélem, igen, hogy az ottaniak, akik eljöttek, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg. Akik eljöttek, azok elmesélték előtte és utána is nekem, hogy hányan akartak még eljönni, de nem mertek oda jönni. Mert félték az arcukat megmutatni. Önkormányzati emberek nem jönnek oda, mert kirúgják őket az önkormányzattól. Tovább megyek. Közmunkások nem mernek oda jönni, mert félnek attól, hogy 2 hónap múlva megszűnik az ő közmunka megbízatásuk, és aztán ugye marad a munkanélküliségi, ami annyi, amennyi kevesebb, mint régen. Szóval ez elképesztő.
Még valamit hadd meséljek. Akiről tudják, hogy például DK-s, azzal nem jó leállni az utcán beszélgetni. Nem jó leállni az utcán beszélgetni, mert megharagszanak. Azok, akik tehetik, hogy megharagudjanak. Mit akarunk ilyen médiahelyzetben? Komolyan mondom, hát ez a legnagyobb botrány. Ez a legnagyobb botrány. Ami az ATV-t illeti, arról is beszélgettünk természetesen, ugye mert rádióadás, na jó, elmondom, természetesen a klubrádiót nem lehet fogni. Természetesen nem lehet fogni. De ott azt mondják, hogy ők járnak az ország sok vidékén, és az ATV-t se lehet fogni. Mondom, dehogy nem lehet fogni. De kiderült, hogy ők elsősorban panziókban, szállodákban, ilyen helyeken, ha tehetik, szállnak meg, és a panziósok, szállodások kiveszik az ATV-t az elérhető műsorok közül. Már hogy van olyan is. Igen. Már hogy erre panaszkodtak, mert nyilván nem többen, mindenki. Többen. Na most ebben a helyzetben mire számíthatunk, hogy hogyan fogják? Hazafele jövet az autóban, hallgattam a híreket. Azt hiszem, a Kossuth Rádióban. Minden hír után azt mondtam, de jó, hogy micsoda nagyszerű dolog. Esküszöm neked, aki a Kossuth Rádió híreit hallgatja, azután kihúzza magad, és mondja, hát isteni országban élünk. Hát akkor kedves panzió tulajdonosok, ne féljenek tőlünk, mi csak tájékoztatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én köszönöm.